Játékrepülő, teherautó, plüsmacik, és még sokáig lehetne sorolni, mennyi és milyen játékot gyűjtöttek össze a bagolaiak. Az akciót első alkalommal szervezték meg a településen. Fontosnak érezték ugyanis, hogy segítsenek azokon, akik nehéz körülmények között élnek. Szerettük volna, ha az ő karácsonyukat is egy kicsit boldogabbá tenni, ezért úgy gondoltuk, hogy játékokkal és édességeket fogunk gyűjteni a Katolikus Karitásznak. Ők ezt kiegészítik tartós élelmiszerrel, összecsomagolják, és akkor így szétosszák a rászoruló családoknak. Az itt élők körülbelül 1000 darab játékot és édességet gyűjtöttek össze, amit egy ünnepség keretében adtak át a Nagykanizsai Karitásznak. Ez számukra nagyon nagy öröm, mert szinte hihetetlen, hogy ilyen nagy adakozó kedv volt ebbe a faluba is, ahogy látni lehet, csodálatos és sok ajándék van. Két autóval jöttünk, mert tudtuk, hogy olyan sok, hogy nem tudjuk elvinni egy könnyen, és az a tervünk, a munkatársakkal úgy beszélgettünk, hogy családoknak névre szólóan csinálunk, készítünk ezekből ajándékcsomagot, tehát nem osztjuk, nem oprózzuk el, hanem inkább nagyobb és több ajándékot adunk gyerekes családoknak. Az ajándékcsomagokat a tervek szerint 150 család között osztják szét a karácsony előtti napokban.